Az írásbelik után már csak a szóbeli érettségi vizsgáik voltak hátra a Cserepka iskola tanulóinak. Hétfőn az A, kedden pedig a B osztály fejezte be középiskolás tanulmányait. Réka gyógytornász vagy masszőr lesz, de mellette kedvenc időtöltését az aerobikot sem hagyja abba, hiszen edzősködni fog. Nagyon nehéz volt. Senki nem számított erre, meg hát nem így képzeltük el ezt az év végét, hogy sok mindenki marad, a ballagás sem az igazi, most csak egy bizonyítvány, osztás, elbúcsúzás, és ez, hogyha rendes körülmények között van, akkor sokkal emlékezetesebb lett volna, így meg ugye sok mindenki maradt, az oktatás is sokkal nehezebb volt, kicsit egyedül éreztük magunkat hirtelen, jobb lett volna, hogyha itt ülhetünk a padba végig, és tanárainkat kérdezhetjük. Edina óvónő szeretne lenni. Mint mondja, meg sem fordult a fejében, hogy őszre halasztja az érettségit. A tanárok azok nagyon segítőkészek voltak, mindig is próbáltak minket interneten keresztül is feladatokkal ellátni, gyakoroltatni, és az érettségén is nagyon segítőkészek voltak. A pedagógusok véleménye az, hogy nem csak árnyoldala volt a járvány miatti új rendszernek, hiszen a digitális oktatás terén pozitív tapasztalatokat szerzett tanár és diák egyaránt. Nagyon összekovácsolódtak a negyedik osztályosok, egymás között az anyagokat küldték, egymást segítve a tanulócsoportok segítették a felkészülést. Ugyanígy voltak kollégák is, ha elakadások voltak, akkor abban a pillanatban, amint jelzés érkezett feléjük, abban a pillanatban küldték akár a videós segítséget is, úgyhogy mi mindent megpróbáltunk megtenni annak érdekében, hogy ez egy viszonylag zökkenőmentes időszak legyen nekik. Az oktatási hivatal adatai szerint a korábban becsült 100 ezerből mintegy 84.300-an érettségiztek 1144 helyszínen. Idén arra is volt lehetőség, hogy a tanulók tantárgyat vagy szintet módosítsanak. A Cserepka iskolában csaknem 70 tanuló érettségizett. A 12-es évfolyamról ketten őszre harasztották a komplett vizsgát, többen pedig tantárgyat vagy szintet módosítottak.